Szevasztok, sörfanok! Ahogy ígértem, mivel sokan kértétek, ezért Lidl vs. Penny búzasör összevetése, de amíg kitöltöm az elsőt, addig egy pár szót mondanék arról, amit már említettem, ugye a Nagyok a Kicsikért fesztivál, amit sajnos elmaradt 2020-ban, ugye a járvány miatt, de most már, hát fene tudja, de bízunk benne, hogy ugye meg lehet majd tartani. Közben töltök, és hogyha már meg lehet tartani, és ugye szépen alakul a Sörfan klubunk, és egy nagyon csodás közösség kezd kialakulni, ezért én úgy gondoltam, hogy ami már régóta egy vágyam, hogy Fehérváron még nem volt sörfesztivál. Jó, ez volt a Lidl is, egy pillanat és tölt a másikat. És Fehérváron nem volt még sörfesztivál, ezért jó lenne, hogyha az elsőt meg tudnánk csinálni, a Nagyok a Kicsikérttel összehangolva. Úgy néz neki, amire gondoltam, hogy én már közeli, távoli, de mindegy, az Ámolyival ugye már volt közös rendezvényünk, hogy őket már ismerjük, a Hybris ugye nagyon jó a kapcsolat, mert nekem itt van a kert végében, és ugye az előző Sörfan Klub rendezvény, közben mutatom a két sört, hát színbe semmi extra különbség. Na szóval, a 972-ben volt az előző rendezvényünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy ott is már azért egész jó a viszonyunk. Vagyis ugye három főzdét már meg tudok keresni. Viszont amiben a segítségeket kérném, az az lenne, hogy adjatok kontaktot, vagy az én kontaktomat adjátok meg ilyen közeli, vagy távolabb, vagy olyan főzdéknek, akik támogatnák a rendezvényünket, ami... Az első gondolásunk az lenne, hogy mint egy ilyen sörkiállítás, eljönnének, bemutatnák a söreiket, kapna mindenki egy ilyen kis standot, amiért nem kérünk pénzt. Ingyen eljöhetnek, vagyis támogatásért fejébe. Hogyha, mert ugye mi most, vagyis hát tavaly is ugye már a gyermekosztály sürgősségi részlegének gyűjtöttünk volna, ami sajnos elmaradt, idén megint a gyermekosztály sürgősségi részlegének. Ugye én egyszer a kisfiammal voltam ott, sajnos be kellett mennünk, szerencsére nem volt nagy probléma, de ezért úgy gondoltam már akkor, hogy szeretném őket támogatni a rendezvényünkkel, ami akkor már kétszer vagy háromszor is lezajlott. Na, közben kóstolok. Szóval a lényeg az lenne, hogy a kontaktomat adjátok meg főzdéknek, sörös webshopoknak, ugye már elég sokan képviselik magukat a csoportban. Ugye a reklámot azt mindenkinek megengedem, pedig ki a legelső posztom az volt, hogy a reklám csak engedélye, mindenkinek kiment a reklámja, vagyis amit már elkezdtem, hogy aki támogatja a rendezvényt, vagyis ugye rendezvénnyel a sürgősség, gyermek sürgősségi osztály, az képviselheti magát ott. És nem nekünk kell a pénz, hanem a gyerekeknek. Én mindig a gyerekem, mindig a szívügyem, a gyerekek, a beteg gyerekek, mindig a szívügyünk. Én úgy gondolom, hogy minden normális embernek ez bőven bele fog férni, vagyis aki támogatja a rendezvényt, nem szabtunk meg összeget, valami kis minimumot, hogy mit tudom, minimum x ezer forint fölötti támogatás mellett kipakolhatnak, és mindenki reklámozhatja a sörét, amellett, hogy egy nagyon jó ügy mellett ki fog állni. Na, közben egy pár szót erről a sörről is elmondanék. Egyébként nem, ittam már mindegyiket, és egyik sem vállalhatatlan. Ennyi a savanykás, citrusos jelleg. Jöhet a következő. Ez lesz most a penis. Erről szittam, nem kellett magam, nem akartam elhányni magam tőle, pedig ugye a zárából, meg hát nem tudom, a doboz se
tetszik annyira, viszont ez egy fokkal jobban néz ki kívülről. Hát, nem is tudom. A Lidl is kicsit savanykásabb. Ez talán egy kicsivel búzasörösebb. Egyik sem ijatatlan. Ha olcsóbb kategóriában akartok sört választani, akkor bármelyiket ajánlom, de egyik sem ijatatlan. Ilyen nyáron grillezés mellé talán lehet, hogy a sercegés hallatszik itt mellettem, ez a grillzsütő, majd mindjárt megmutatom végén azt is, hogy mi készül, hogy a sör mellé természetesen csülök fog passzolni. Na, kicsit vissza, nagyok a kicsikért ez, úgyhogy a kontaktomat azt nyugodtan adjátok meg főzdék vagy sörös webshopok képviselőinek, keressenek meg, és nagyon örülnék, hogyha minél többen eljönnének, hogy a rendezvényünket többször támogatta már fellépésével Curtis, Rico és Miss Mood, a BSV, Danis Dóra is volt, szóval tényleg igazi sztárok is voltak már ott. A sörrel kapcsolatban Katona Csaba, ugye, aki a múltkor az utolsó rendezvényünkön tartotta a sörtörténél előadást, ő is azt mondta, hogy ezt megtartaná még egyszer. Én úgy gondolnám, hogy ott is volt egy sörbemutató, hogy több főzdének a söreit is be lehetne mutatni, így a előadással, előadás ideje alatt, ahogy ugye a 972-ben is történt, csak ugye most ez lenne egy kicsit nagyobb, több főzde, mit tudom én, esetleg főzdénként egy két sört be lehetne mutatni. A helyszín most nem a Halesz Park lesz, de ezt még nem mondom el, hogy hol, de Székesfehérváron egy nagyon jó kis rendezvényközpontban. Úgyhogy mivel még nem tudni, hogy alakul ez az egész, de pozitívan próbálunk a dolgokhoz hozzáállni, abban bízunk, hogy meg fogjuk tudni a rendezvényt csinálni. Merünk? Szóval meg fogjuk tudni, elnézést, meg fogjuk tudni a rendezvényt csinálni, és ugye össze tudjuk gyűjteni a minél magasabb összeget. Jó, na nézzünk még egykor. Jó, nagyjából nézzük ezt még egyszer. Pen is jobban ízlik. Na, kicsit ilyen... Nem tudom. Hát most van egy ilyen furcsa utóíze, így egymás után. De mindegy. Van. Ugye a biztonság kedvéért bármi történne, van beütve még Paulán erem is. Na nézzük. Megmutatom nektek ezt. Sör mellé a fülkörke, egy kis sörös. Sörös fritt. Ugye tudjuk, ez kb. Most olyan, mint a napozás után, amikor leégtél egy kis napolaj. Na, sörfanok, úgyhogy a május 8-át írjátok be a naptárba. Székesfehérvár és a kontaktomat Facebook, nem tudom, írjatok rám nyugodtan. A telefonszámot azt megadom annak, aki elkéri. Hoppá, selfie botom meg saját életre. Tehát, na, még egy kortinkás mindegyikből. Az szokott a bajom lenni a szűretlen búzákkal, hogy néha úgy megfájdul a fejem, meg szar lesz a gyomrom, de ez a Paulánerre szerintem majd még leöblítem ezt a kettőt. Úgy sörfonok. Május 8, készüljünk. Hát a lényege nem a fekvehányás lesz, hanem
a jótékonykodás. Meg ugye egy jó kis sportos nap, ugye kísérő programok mindig jók voltak. De majd szép folyamatosan közlöm az infókat. Na, a sör legyen hideg, a kort meg bivaj. Egészségetekre, szevasztok!